Tiszaparád 10 percen van autóval Sárospataktól. A környéken nem voltak gyárak, sem üzemek, de a TSZ-ekben és a háztáji gazdaságokban mindenki talált munkát. Karádon a rendszerváltáskor például 1200 tehenet tartottak, ma összesen 8 tehén van a faluban. A tartós munkanélküliségben lassan már a harmadik reményvesztett generáció nő fel. A valaha az ország éléskamrájának tartott Bodrog közfalvai pedig fényévekre kerültek Budapestől. Tiszakarád Bodrog köz legnagyobb lélekszámú községe, 2579 ember lakja. Sajnos a munkanélküliség az nagy Bodrog közbe, de itt nálunk különösen, mint 320-330 jelenleg a munkanélküliek aránya. Itt a Bodrog köz ez nagyon le van maradva, tehát országszerte szerintem a leglemaradabb rész ez a Bodrog köz. Tehát itt munkalehetőség nem is volt, tehát gyára kiesült, itt nem voltak itt a környéken falunak, tehát egy olyan 5-10%-a dolgozik. Alkalmi munkát szoktunk vállalni, de hát az is néha jön be. Munkanélküliség csökkentésére lát valami remény? Hát a munkanélküliség az tavaly is úgy volt, meg az éven is, most a kormányprogramban is úgy a munkához a tanulás. Jelenleg két csoport van, a felnőtt oktatás, az egyik a munkaügyi központ által szervezett, a 7-8-at végzik. A másik csoport a HON alapítvány keretében, az iskolában van 16 fővel, ők hát végül is a szakmát fognak majd tanulni, hogyha ezt a 9. osztályt elvégzik. Hát sokat próbálunk tenni, de állami normatívák csökkennek. Mindent nyomnak le az önkormányzatokra, munkanélküliséget is, hogy oldjanak az önkormányzat. Hát most kell majd tervet csinálni a munkanélküliség megoldása érdekében. Mi lesz ennek az eredménye? Valamikor kövesként dolgozok, meg kövesként is dolgozok, és én nagyon szeretem a szakmát, de nem, nincs munka. Nincs munka lehetőség. Hát ez borzasztó. Most a víztározó megépült Cigándon, ott volt egy kis munka lehetőség, amíg épült az a több milliárd forintos beruházás, annyit látunk csak a Bodrog közben. A problémát én abban látom, hogy tehát, mint említettem, hogy 330 munkanélküli van. Hogy azt egy ilyen községbe, tehát nem tudjuk foglalkoztatni. Most is jelenleg a kistérségi kereteken belül 18 főt alkalmazunk a télen, tehát decembertől, most meg lett hosszabbítva nekik március 31-ig, aztán közmunkába, munkahelyi központon keresztül 10 főt. És ha a faluban ilyen nagy arányú a munkanélküliség, akkor ez azt jelenti, hogy segélyből él az emberek nagy része? Így van. Szerintem egy olyan 90%-a sajnos ebből él. Ne a segélyre utazzatok a munkát. Nem a segélyre. Tudod, engem mi gosszant? Engem az gosszant, hogy neked adnak 22.000 forintot, mikor az önkormányzat állapítsa meg, mert a 26-ot az enyémet oda számolják, 48.000 a kettőnké. Hát pedig szerintem nem annyi a minimum összeg. De ennyiből kell megélni, kész, ezt tudomásul kell venni. Akkor miért adják annak, hát, aki szociális segélyt kap, 56.000-et? Na már itt is eltérés van. Nézd, hát ez ki hogy áll. Engem ez háborít fel, hogy akkor adják meg neked is azt az összeget. De még munkát sem. Munkát adjon, ne minimál. Könyörgöl a polgármesternek, de nem ad munkát. De gondolom, hogy majd fog adni már. Március 1-én remélem, hogy adni fog. Sokat lehetne beszélni, de nem lehet. Mi a helyzet a falubeli cigánysággal, munkanélküliség? Hát őket érinti legjobban. És most, hogy jött ez a világgazdasági válság, azért elég sokan eljártak Újhelybe, a Frekaszba, és onnan is sok embert elengedtek. Hát meg a Sárospatak, meg a környező városokba, építőiparba főleg, meg járnak fel Pestre is dolgozni, de hát ez se oldja meg a munkanélküliséget.
Hát a nagy részük akkor segélyből. Igen, hát a nyár folyamán van ilyen alkalmunk, a Győrtalomban egy gyümölcsös, és oda járnak, meg itt téren is már tavasszal metszeni, ősszel a szüret, hát az valamit jelent. Fekete munkák legalább vannak? Hát néha. Hát most olyan, hogy alkalmi munkavállalóival most felszívnak, hogy 60-70 ember györt alak, gyümölcsös meccés. Most ez jó, alkalmi munkavállalóival dolgozunk. Hát itt tessék elképzelni azt, hogy 20-a után, 15-e, 20-a után itt éheznek az emberek. Ez van sajnos, éheznek. Azt csinálják a szegény emberek, megveszik, tehát megkapják azt a jövedelempótlót, vagy a családi pótlékot, kifizetnek, amit tudnak belőle, a gyerekeket tényleg, amit kell, kifizetnek belőle, és utána megvesznek, mit tudom én, 3 vagy 4 zsák krumplit, 3-4 zsák lisztet, hogy 20-a után legyen mit enni. Ha nézem most Budapesten is, vagy akárhol, kapnak víztámogatást, áramtámogatásra, érti? Itt nálunk nincsen semmi. Nálunk. Itt a magyarok is éheznek. Tehát az a baj, mondom, egyszerűen éheznek itt az emberek. Valamikor itt Karádon kérítéhez is jól működött, és ugye a rendszerváltáskor. Most az, hogy egy szakszövetkezet vannak, van egyéni gazdálkodók vannak. Hogy ide az a baj, hogy az áramtámogatás, mire ide ér, elfogy minden. Már csak a boríték van. Már abban akkor már nincsen már semmi. Nincs az, csak a boríték van, tessék. Hát már mi meg csak a borítékot kaptunk. Most ezzel a munkanélkülisége, és hát csinálja az önkormányzat. Meg adja a segítséget. Hát jönnek nap, mint nap, hogy na de neki segít. Tehát miből? Az önkormányzat az államkincstártól havonta egy alkalommal kap, mire kifizetünk minden. És munkalehetőséggel megoldható lenne? Hát ez megint csak az én véleményem, hogy tehát itt mi hiába akarunk, hogyha ők nem akarják. Tehát nem azt mondom, nem általánosítok, de sokan nem is akarnak. Vagy kicsit munkával mi a helyzet? Hát sajnos itt közmunkás is most nagyon gyenge. Hát 25 ezer forintot kap egy ember, és pont akkor bejönnek egy alkalmi munka, amikor kereshetne még vagy 2000 forintot, akkor azt mondjuk, hogy rángassuk be, mert csak 25 ezer forintért dolgozik. Nem azt nézzük azt, hogy ott van még 2000 forintot, tudnak keresni, akkor menjen már inkább el oda. Tehát kézbe kapja a segélyt, 2 nap tart, és ez a szomorú. És a gyerek végül is a gyerek sínlének. Én mondtam az önkormányzatnak is, mondják meg már nekem, maguk nyerték ezt a 100 millió forintos, tehát itt volt a csatorna, itt volt a gáz. Minek nekünk idegen légiósok? Hát itt vannak a faluban a munkanélküliek, hát oldjuk meg vele. Azt mondták, az önkormányzat nem vállalhat ilyen munkát. Yeah. De most meg még azt mondanák, hát minek a cigánynak a föld, hát hülye az, hát nem ért. Igen, a meg a földet mikor a földből az meg kértem, hogy legalább egy-egy hektárat, aki rendesebb, hogy lássák már, hogy meg tudjuk mutatni mi is, hogy tudunk dolgozni. Így, hát a cigány művelte meg a magyarnak is a földjét, nem? Mert most a polgármester mit foglalkozik azzal, hogy kiművelné a földet, ki nem? Aki kéri, annak adna, aki meg nem kéri, ne adjon neki, de... Például mi biztos, hogy megcsinálnánk, mert annak örülnénk, ha télére valahogy elvetnénk, azt lenne mit betakarítani. Mondjuk ez nem jellemző, hogy minden család, de van a községben egy pár család, akinek az életvitele olyan, hogy eleve azon szerintem már nem is tud változtatni, és akkor már a gyerekek is ugrulnak föl. És a probléma az, hogy itt már a második generáció, sőt most már a harmadik fog úgy felnőni, hogy munkanélkül is azt látja a szüleitől, hogy nem dolgozok, én megelégszem azzal a kis segéllyel. Tehát nem is akar. Hát hangoztatják, hogy munka, de mikor közmunkára is fel van véve, akkor lapát nyelet támasztja. A kommunista rendszerben itt az egész Bodrog köz dolgozott, sőt, Pest, elmentek Dunántúra. Feljártak Pestre. Mindenfel az országba. Az egész Bodrog közi cigány, és dolgos emberek voltak, mert szerettek minket, mert nagyon is munkás emberek voltak. De most már azért fizetnek, hogy ne dolgozzon. Adnak nekem lakástámogatást is 2800 forintot. Mit csinálok én azzal, és fizetek 9000 forint villanyszámlát.
És akkor hogy lehet kijönni? Se, hát fizetem a nyugdíjamat, megkapom a 26.000 forintot, abból fizetem. Visszatérve a cigányokra, itt jellemző valamilyen szembenállás? Sajnos el kell mondani, hogy a falopás az, az egész télen az megy, erdőirtás. Itt az ártér, ez a Natura 2000-ben van, tehát egy védett terület, de sajnos nem nézik úgy. A mezőlopások is ősszel különösen, szóval az, aki csak ugyan megtermeli, és akkor más arat. Még arról hát kérdezem, hogy hogy vannak a faluban az emberek egymással, hogy élnek együtt? 90% roma csapat van, megyei másodosztály. Hát hogy vagyunk? Hát normál módon. Semmi gond. Na egy-kettő, aki, na hát persze, már nagyon szélső jobbra húz. Hát az meg a kutyát nem érdekli, az egy jelenyésző. Fel tudjuk fogni azt, hogy na, azon a szinten mi nem vagyunk, hát akkor minket se érdekel. Olyan község vagy olyan falu szerintem nincs, ahol nincsen ellentét. Itt is van valamennyi százalékban, de azt mondom, hogy 5-10 százalékban. Hogy mondjam, az a baj, a romák között sincsen összefogás. Tehát mindenki saját maga baját nyalja, maga gyarul, a sebeit nyalja, mindenki maga sebeit nyalja, és már nem tudom másikra figyelni. Annak idején, amikor tényleg olyanok voltak, hogy valaki építkezett, azt mondja, ment oda az ember, mi van, komám, engem nem hittál meg, kimaradtál. Most meg már mi van? Azt mondja, hogy ha valamit is csinál, inkább megcsinálom egyedül. Mi közöttünk is romák között vannak olyan emberek, akik nem is akarnak semmit csinálni. De hát akkor ne közölünk már az embereket, mert aki akarna menni dolgozni, azt akkor segíts. Én mindig azt mondtam, aki akar menni, az segíteni kell ilyen is. Most aki nem akar menni, hát akkor nem tudom vele mit csinálni. Csak akkor ne azt mondják, hogy a cigányok, hanem X, Y, kész, ennyi. Meg hát nem látok itt semmi jövőt, tehát a gyerekeknek nincsen itt jövőjük sajnos. És azt, hogy hívják a kormányba is, hogy megígérték azt, hogy a szegény embereknek a gyerekeit tudjuk támogatni. De mondja már meg nekem őszintén, hogy mi a jövedelempótlót kapunk, tehát én meg a feleségem, ledolgoztunk több éveket, és oda jutottunk el, hogy jövedelempótlóhoz vagyunk rá kényszerítve. És ebből gyerekeket, nekem is van két felsőoktatású gyerekem, aki elmegy érettségire, aki elmegy szakmunkásba, de már a főiskolára nem tudjuk odaadni a gyereket, mert miből tartsuk el könnyörzően, mondják már miből, és a gyerekeinknek nem tudjuk megteremteni azt a lehetőséget, hogy legalább az oktatást, hogy el tudjanak menni, aminek szeretnének. Jó, nem azt mondom, nem mindenkinek főiskolára kell menni, de amikor egy szegény embernek, egy 8 általánosnak, vagy egy szakmunkásnak a gyereke, amikor már főiskolára ér, akkor azt mondom, hogy valamit elértem. Valami célja volt azért, hogy éltem, hogy a gyerekemnek legalább jobb legyen. Gyere ide! Én nekem egy anyós oldat! Jaj, de szukar egy oszaj! Kirakadom a szigetre, ahol nem lakik senki se! Hogy nézek a gyereknek a szemébe? Hogy tudok belenézni a gyereknek a szemébe? Hát kisfiam, ezért éltem, hogy még téged is inkább lejjebb nyomjalak.